Önök az Ez itt a kérdés június 9-i adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Az élet szinte minden területén figyelmet kapott már az innováció, ezért a magyar családok életében is alapvető fontossága, hogy elérhetőek és hozzáférhetők legyenek a modern, okos megoldások. Ebben a témában köszöntöm a stúdióban vendégeinket. Szalai Piroskát, a Kincs Smart Family Centrum vezetőjét, Breyer Klárát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatóját, és Szilágyi Virágot, a gyerekkel.com társalapítóját. Jó estét kívánok a hölgyeknek, és azt gondolom, hogyha nem is történelmi, de mindenképpen ritkaságnak számít, hogy úgy ülünk egy asztalnál, hogy három hölgy beszél az innovációról. Igen, ez ritkán szokott előfordulni velem is. Nagyon örülök, meg kell mondanom. Nagy részében fiúkkal szoktam együtt dolgozni, egészen pályakezdő mérnökként, de ez azt hiszem, hogy a 21. században már reméljük, sokszor elő fog fordulni. Miért kell a családokra speciálisan figyelni az ilyen smart programokkal, vagy innovációs elképzelésekkel? Hiszen gyakorlatilag a család a társadalom része, tehát azok az innovációk, amik társadalmi szinten megjelennek, azok a családban is hasznosulnak, vagy van valami specialitás itt? Én azt gondolom, hogy ez a nézőpont, ez az új nézőpont egy kicsit változtatni fog mindenféleképpen, akár még a marketingen is. Nem biztos, hogy csak a startupok területén, hanem a egész üzleti világban. Azért régebben valamit vagy azt mondtuk, hogy üzlet az üzletfélnek, tehát B2B, business to business módon fogott meg, vagy a vevőkre irányult, de akkor meg az egyedi vevőkre irányult. Tehát ránk egyedi, a mi korosztályunkra, a mi vásárlói szokásainkra. A családok egy kicsit más vásárlói szokásokkal is bírnak, egy kicsit más módon is választják ki, ami éppen fontos számukra, azt a területet. Érdemes azt hiszem, akár marketing oldalról, akár fejlesztői oldalról, akár az üzlet minden oldaláról a családokat önállóan kezelni. Pontosan azt hiszem, itt a előbb már említett gyerekkel kom is mutatja, hogy a szülők a gyerekekkel együtt mennek mondjuk programokra. De ugyanígy igaz, hogy egy kicsit más a elvárása mondjuk a lakással, a házzal, az okos otthonnal kapcsolatban egy családnak, mint hogyha egyedül lakik valaki egy lakásban. De megéri ezt startup, és most virágra nézek, startup szinten beindítani? Mert ugye a gyerekkel.com az egy olyan gyerekbarát oldal, tulajdonképpen egy nagy adatbázis, amiben speciálisan lehet keresni, hogy milyen gyerekbarát éttermek vannak, szórakozóhelyek, játszótér, stb. Egy csomó dolog van benne, ami a családok életét megkönnyíti. De megéri vele foglalkozni? Hát nyilván megéri, hiszen egy hatalmas... Tehát ez egy sikeres üzlet? Természetesen, ez egy hatalmas réteg a magyar családok, meg a kisgyerekes szülők, de itt ha nem is csak kifejezetten a kis családokról beszélünk, hanem például a nagyszülőknek is ez egy hatalmas segítség, amikor valahova utaznak, és meg kell nézni, hogy hova tudom elvinni a gyereket a környéken, mondjuk egy játszótérre, vagy hol tudom bepelenkázni például. Tehát, hogy azért mostanra már így a 21. században nagyon-nagyon összekapcsolódik minden mindennel, a munka a családdal, tehát hogy most már nem feltétlen az a jellemző, hogy nagyon külön elválasztódnak a dolgok, hanem számtalan esetben én is úgy megyek ügyeket intézni, vagy úgy megyek tárgyalásra, hogy gyerek ott van, és jön velem, és akkor meg kell tudnom tervezni úgy a napomat, hogy az ő napi rendjének, meg az ő szokásainak mérten tudjam úgy intézni az én dolgamit, a kettő együtt nagyon szépen megférjen, és mindenképpen azt gondolom, hogy ezek a dolgok, hogy ezek a helyek, amik az applikációban is fent vannak, azok mind-mind segítik, mind munka és a hétköznapi oldalról, mind pedig arról az oldalról is a családokat, hogy hogyan tudnak úgy időt eltölteni, hogy tudnak úgy szórakozni, mindenkinek jó legyen a családon belül is. Na most, Klára, hogy kerül egy karrierdiplomata egy családi startup projektbe? Hát úgy, hogy én Szalai Piroskával sok éven keresztül együtt dolgoztam már, gyakorlatilag akkor, amikor ő a fővárosnál dolgozott, és ugyanúgy startupokat és fiatalokat segített a vállalkozásfejlesztési közalapítványnál, akkor én lisszaboni nagykövetként kezdtem el velük kooperálni, és
Az én nagyköveti munkámat ők sokban segítették, és én azt remélem, hogy én is segítettem az ő munkájukat. Ugye egy nagykövet gyakorlatilag a teljes országot képviseli. A gazdaságot, a politikumot, a kultúrát, mindent. És nyilván olyan szereplőket kell, hogy találjon ehhez a munkához, akik megbízhatóak, akik fogják hozni a minőséget. És én azt szeretném itt nyilvánosan mondani, hogy Szalai Piroska csoportjai mindig öregbítették a magyar hírnevet, mert nagyon jól képzett fiatalok voltak, akik fel voltak készülve arra, és ez nagyon fontos, hogy szépen, szabatosan, érthetően mondják el az ötleteiket, adják elő magukat úgy, hogy ők egy kezdő üzletember, és ehhez kellett az, amit Szalai Piroska ezekkel az úgynevezett pitch versenyekkel, tehát röviden, tömören angol nyelven mondd meg, hogy te mit szeretnél, add elő magadat, válogatott össze gyerekeket, fiatal embereket helyesebben, és ők érkeztek meg Lisszabonba. És akkor én nekem az volt a feladatom, hogy számukra lehetőségeket biztosítsak, partnereket, inkubátorházat, fellépési lehetőséget, és amit egy nagykövet általában csinál, kötögettem a szálakat. És az volt a legnagyobb öröm, amikor egyik év után a következő évben a fiatal startupos már egy befektetővel együtt jött Lisszabonba, egy brit befektetővel. Na most ez nagyon fontos, hogy milyen a megtérülés. Tehát oké, hogy a startuposok hihetetlen jó ötleteket találnak ki, hogyha mindez nem találják meg a megfelelő tőkét, akkor gyakorlatilag adtunk a virágoknak egy puszit, mert hogy kész, ennyi. Ez nem használható, abszolút. Igazából mi nem annyira a kezdő ötletszintű vállalkozásokkal szoktunk foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy a közpénzt azok a vállalkozások tudják leghatékonyabban felhasználni, akik még ugye nem futottak be, mert akik befutottak, azok a saját bevételükből, profitjukból tudják fejleszteni saját magukat, de már a termékük megvan, és a termékükkel a piacon kint vannak, viszont piacokat szeretnének bővíteni. Na most a startupok azok olyan kezdő vállalkozások, az ötletszintű startupok azok még nem vállalkozások, azok sokszor egyetemi vagy baráti közösségek, ővelük mi túl sokat nem tudtunk tenni. Akik már megalakították a vállalkozásokat, azokat tudtuk támogatni, tehát akkor azok a startupok, akik már vállalkozások, azok kezdő vállalkozások, viszont a termékük, szolgáltatások azok az esetek nagy részében nem csak a pici, lokális piacon, tehát a körülöttük levő környezetükbe érdekes és értékes, hanem egyszerre akarnak nemzetközi piacokon is megjelenni, mert az egy olyan előnyt jelent, amit muszáj kihasználniuk, mert különben le fogják másolni egyszer majd külföldiek esetleg őket. Nyilván, tehát itt van a gyakorlatilag a találmányi védelem. Vagy igen, a gyorsaság is hozzátesz. Tehát nem csak a jogi védelem kell, hanem mindenféleképpen kell az, hogy ők hogy nagyon gyorsan tudjanak fejlődni. És akkor visszatérve a kérdéshez, ezek a startupok, ezek talán azok, akik a leginkább hatékonyan használják föl a közpénzt. Tehát akár hogyha repülőjegyet, akár ha díjat kapnak, akár hogyha a promóciós lehetőségeikhez járulunk hozzá közpénzzel, ugye most itt a... De nyilván ez csak a kezdőrúgás lehet, Piroska. Tehát, abszolút. Mert onnantól kezdve nyilván egy tőkevonzó erőnek kell megjelennie, amelyik bevonza a tőkét, hogy ez egy valóban nagy cég lehessen majd. Igen, hogy mekkorára tudnak kifutni, az attól függ, hogy a kis csapat hogy tud fejlődni igazából. Nem csak a pénztől függ, hanem attól a tudástól, attól a hozzáállástól, attól a rengeteg dologtól, ami a társalapítók fejébe van, hozzáállásába, akár emóciójába, akár tudásába ott van. Oké, Virág, hogy épül föl az üzleti modellje a gyerekkel.com-nak? Ez nagyon érdekel engem. Tehát honnan van benne a nyereség? Első körben még mi is, ugye 2 éve működik az applikáció, ahol így gyerekbarát helyeket, ez legyen étterem, szálláshely,
szórakozási lehetőségeket lehet keresni. Most hát nyilván, hogy az elmúlt egy-másfél évet, hogyha nézzük, akkor rengeteg olyan akadály, ugye itt a COVID-helyzet miatt gurult. A legjobb időben indultak el. Így van, igen. Szóval, hogy egy picit azért mi a tervekhez képest mindig újra meg újra kell kezdenünk építkezni, hiszen nagyon sok letöltésünk van, nagyon sok család használta mondjuk az applikációt, ha mondjuk a kezdeti időszakot nézem, majd jött egy ilyen világesemény, ahol nem tudtak elmenni étterembe, nem tudtak elmenni nyaralni vagy szállás helyet nézni, és nem tudtak elmenni sehova, semmilyenféle bábszínházba vagy szórakozási lehetőséget kipróbálni, leszoktak az applikációról. Most, hogy újraindul a világ, újra kell indulnunk, újra meg kell őket tanítanunk arra, hogy igenis itt találnak, itt keressenek, használják. Úgyhogy ez egy picit így nehézség, tehát hogy az üzleti modell igazából az nálunk úgy néz neki, hogy használja X család, tehát most ilyen 90 ezer fölötti letöltésnél tartunk, ugye 90 ezer magyar család használja az applikációt. Igen, nagyon szép, és nagyon is örülünk neki, és tényleg használjuk. Tehát aki egyszer talált rajta valamit, az ugye utána látjuk nyilván így a szokásokból, hogy folyamatosan használják is. És akkor ugye azt kell megtalálnunk, hogy szeressék is használni az applikációt. Tehát nem szeretnénk egy olyan irányba elmenni, hogy mindenféle reklámot rájuk zúdítunk, mert azt szeretnénk első körben, és ez a legfontosabb volt az ötletnél is, hogy tudják használni, tudják jól használni a családok az applikációt, találjanak a keresésnek megfelelően jó helyeket. Tehát az elsődleges szempontunk az volt, hogy segítsük őket. Most nyilván szeretnénk ebből olyan üzletet is csinálni, és nekünk sem ment volna ez befektető nélkül, tehát hogyha nem kaptunk volna egy nagyobb segítséget, akkor nem tudtunk volna idáig eljutni mi sem. Mert először ugye kell az adatbázis, kell a bázis, a felhasználói bázis ahhoz, hogy ennek olyan értéke legyen, hogy ebben más is üzleti lehetőséget lásson. Hát most jelen pillanatban hirdetések, kiemelések, különböző helyek szolgáltatásainak kvázi a felhasználókhoz való eljuttatása az, ami ugye bevételt produkál nálunk. De akkor most itt megint újra kell kezdenünk, ugye, mert tavaly volt egy X közönségünk, most nyilván ugye a COVID miatt kicsit lecsökkent, újra meg kell tanítanunk, újra ugyanott fogunk tartani, újra azokat a számokat tudom én prezentálni, ugye itt a különböző vállalkozók felé, akik mondjuk nálunk szeretnének hírt adni magukról. Úgyhogy így egy picit nehezebb. De hát akkor tulajdonképpen most reklámbevételekből tartják el magukat. Így van. Jelen pillanatban igen, és a jövő is egyelőre ez. Tehát maga az applikáció az ingyenes? Az applikáció ingyenes a felhasználóknak is, és a helyeknek is. A helyek tudnak kiemeléssel előrébb kerülni. Ez a fontos. Tehát ők is tudnak ugyanúgy hirdetni. Tehát teszem azt mondom, hogy most itt vagyunk a harmadik kerületben, és szeretnék elmenni egy étterembe a gyerekemmel, mert pont úgy végeztem, hogy most éheztünk meg, de nekem fontos az, hogy olyan legyen az étterem, ahol mondjuk egy pelenkát cserét el tudok intézni, mert mondjuk csecsemőm van, vagy mondjuk fontos az, hogy a gyerek le legyen kötve addig, amíg megérkezik az étel, és legyen egy játszósarok. Akkor az applikációba beütöm, hogy hol vagyok, vagy igazából, ha be van állítva a telefon szerint, akkor automatikusan tudja is, és nagyon gyorsan ki fogja nekem listázni, hogy itt a környéken hány méterre, hány kilométerre, milyen helyek vannak. Ugye ez ahogy be van állítva, most a közelség szerint fogja mutatni. De van arra lehetősége a partnereiknek, akik ott vannak az applikációban, hogy kiemelést vásároljanak, tehát azt mondom, hogy én egy picit messzebb vagyok, de először dobjon ki engem a kereső, azért én plusz pénzt fogok fizetni, hogy inkább hozzám jöjjenek azok a családok, akik az applikáción keresztül keresnek. De ezekre is mind-mind van lehetőség, de ez mind-mind nyilván nagyon sok munka, és sok idő eljutnunk minden egyes helyhez, akik az applikációban megjelennek, elmondani nekik, hogy erre van lehetőségük megmutatni. Ez egy komoly sales munka. Ennek vagyunk most így a derekán, hogy ez így működhessen. Mennyi ilyen jellegű applikáció van a világban? Mit tudnak róla? Nem nagyon jellemző. Van, ahol programot lehet csak keresni, van, ahol szállás keresőben lehet szűrni külön a gyerekes dolgokra, de ilyen komplex és összetett dologról nem tudunk applikáció szerint. Amerikában egy hasonlót egy bizonyos államban találtunk, de az is inkább egy ilyen blokkszerűség. Tehát igazából azokkal a paraméterekkel, ahogy mi működünk, tudomásunk szerint jelen pillanatban nincs más. Oké, tehát akkor ez egy eredeti, originális innováció, amely gyakorlatilag nemzetközi szinten is megállná a helyét. Nyilvánvalóan meg kell hozzá találni a társadalmat. Klára, itt jön a diplomácia. Hogyan tud ebben segíteni a magyar diplomácia? Hogyan tudnak önök segíteni? Hát ha a lisszaboni példát vesszük, akkor ott volt két olyan nagy nemzetközi vásár, amit mindig használtunk. Az egyik volt a Startup Lisboa, a másik pedig a Web Summit. És hogyha arra gondolok, hogy
20 éves vagy 30-as évek elején lévő fiatal vállalkozók, azért, mert csoportban vesszük nekik esetleg támogatással a belépőjegyet vagy a fellépési jegyet, sokkal könnyebben juthatnak el egy ilyen nemzetközi vására, és ott megszólalhatnak, akkor azt gondolom, hogy az egy komoly segítség. Én úgy gondolom, és egyáltalán nem vagyok kifejezett startup szakértő, de úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen fiatalnak nagyon fontos, hogy részben lássa azt, hogy az ő területén, az ő applikációjának van-e versenytársa, csinált-e valaki valami hasonlót, és egy ilyen forgatagban, ahol több tízezer ember fordul meg egyszerre, bizonyára van alkalma másokkal beszélgetni és látni azt, hogy mi van a piacon. És szintúgy meg kell tanulniuk, mert ez egy nagyon kemény verseny, hogy hogyan lépjenek föl önmagukért, hogyan álljanak ki 3 percben, mondják el, hogy ők mit árulnak, mi az a termék, ami az övék. És én azt gondolom, hogy akár ezt a két vásárt vesszük, vagy például olyan programot, ahol a helyszínünk a lisszaboni városháza volt, ami már magában egy frekventált hely, egy nagy presztízsű hely, ha ott mutatkozhatnak be, akkor az már magában egy nagy érték, és lendítheti őket ez az esemény további kapcsolatokhoz. Tehát nagyon fontos, hogy az a hely, ahol megjelenjenek, az is rangos legyen. Igen, nyilvánvaló, nagyon, meg maga nagyon, a rendezvény nagyon is rangos legyen. Bocsánat, és még csak egyetlen egy mondat. Nyilván voltak ilyenkor konkrét olyan partner kapcsolatok, amiket aztán mi később gondoztunk, de nyilván a diplomácia üzletemberek helyett nem fog üzletet kötni, hanem azt segítjük, hogy ne szakadjon meg a kommunikáció, hogyha még plusz információt kérnek, az érjen oda a másik partnerhez, és ezzel tudtunk nagyon sokat elérni. Nézzük meg egy példát, és aztán majd folytatjuk a szellemi jogokkal, mert az is nagyon fontos, hogyha van egy originális dolog, akkor azt hogyan tudjuk megvédeni. De van nekünk egy példánk. Szegedi Melinda egy sérülés után megunta a borogatás állandó cseréjét a lábán, így feltalálta az elektronikus fáslit. Komolyan mondom, tényleg. Egész egyszerűen egy boka ficamodásból jött az egész ötlet. És utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy van esetleg egy alternatív megoldás, amit ki lehet találni, és akkor innen jött az elektronikus borogatás, vagy elektronikus fásli fogalma. Mint borogatás, fűteni is tud szükség szerint. Úgy működik, hogy van egy alkalmazás, egy webalkalmazás, ahol az ember beállítja a saját testi paramétereit, illetve a betegségéről adatokat, mondjuk attól függően, hogy milyen komoly a betegség, attól függően az orvos is be tud állítani bizonyos paramétereket, és utána a rendszerünk egy olyan személyre szabott terápiát állít össze, ami gyakorlatilag azt mondja meg, hogy mondjuk milyen időközönként kell használni, milyen hőmérsékleten, illetve mennyi ideig. Gyakorlatilag minden olyasmi problémára jó, amire egyébként is használunk borogatást. Tehát egészen fejfájástól kezdve, ficamokig, ahogy nekem is volt, pattanások kezelésére, reumatikus gondoknak a kezelésére, mondjuk fogorvosnál gyulladásoknak az enyhítésére és lecsökkentésére, tehát tényleg nagyon széles a skála. Apukám nagyon sokat segített, de úgy mindenben. Tehát, hogy ő egyébként folyamatosan, mint egy személyes mentor is támogat. Később jöttek be olyan mentorok, mint a Magyar Innovációs Szövetségtől, aztán az Input programtól is kaptunk támogatást, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványtól is kaptunk támogatást, és ezek úgy jöttek, hogy gyakorlatilag online találtam maga versenyeket, tehát nem volt egy konkrét kontakt, akivel össze kell kötődni, hanem csak rákerestem, hogy milyen versenyeken tudnánk részt venni, vagy apukám észrevett valamit, vagy kapott egy hírlevelet. Már nagyon sok ideje dolgozunk azon, hogy a legjobb eszközt tudjuk kiadni a kezeink közül, és ebben is segítettünk SZRAM egyébként, és valószínűleg nagyon remélem, hogy az eszköz, amit már fogunk tudni kórházakban teszteltetni, az idén ki fog jönni. Nagyon-nagyon örülünk, ha tudunk segítséget adni, nagyon konkrét segítséget adni startupokra, így, hogy például mi az 5 gyárunkban tudunk gyártani prototípus vagy kis széria projektet, és ez szerintem nagyon hiányzik.
Magyarországon. Magyarország maga, ez az egyik legnyitottabb gazdaság a világon, exportorientált, és innováció nélkül nincs jövőnk. Tessenek elhinni, Szegedi Melinda most érettségizett le. És ezt viszont a Piroskától tudtam meg, hogy 14 éves korában találta föl ezt az eszközt. Tehát ez egy tényleg egy hihetetlen nagyszerű dolog. Ez jelzi, hogy egy olyan kislány, aki egy sérülésből tovább gondolva kitalál egy olyan eszközt, amit mindenki használt, és hihetetlenül egyszerűen lehet alkalmazni, az egy bármire képes, de na ez a könnyen lopható találmányok közé tartozik. Tehát itt van a tulajdon. Tehát önök mit tudnak abban segíteni, hogy például azt a fajta applikációt, amit virágék kitaláltak, vagy a Melinda féle ötletet, azt meg is védjük attól, hogy ezt ellopják. A Magyar Szabadalmi Hivatal az, aki ebbe a történetbe segítséget tud adni. Mi általában összekötni tudjuk azokkal a pontokkal a startupokat, nagyrészt azokat, akik nálunk valamilyen díjat már elértek, azokat szoktuk összekötni, olyan fejlesztési pontokkal, ami éppen nekik most a fejlesztésükben a következő lépés lesz. Hogyha szabadalmi védelem kell, akkor a Szabadalmi Hivatallal tudjuk összekötni őket, hogyha befektetőket keresnek, akkor megpróbáljuk olyan eseményekre elvinni, ahol a befektetők is megfordulnak. Nem mi fogunk sem szabadalmat... Ez nyilvánvaló, de önöknek kell lenni a kovásznak gyakorlatilag, amelyik valahogy egybe tartja ezt az egészet. Nekünk mi olyan lehetőségeket tudunk biztosítani, hogy a következő lépéshez megtalálják azt a partnert, azt az ajtót, azt a valamit, ami számukra akkor talán jobban kinyílik, hogyha azt fogják mondani, hogy a Kincs Smart Family verseny nyertese. Tegyük fel. Akkor, amikor a verseny nyerteseinket a zsűri kiválasztja, utána mi egy látványos fesztivál keretébe szeretnénk a díjakat átadni, ahol valószínű nagyon sok mindenki kíváncsi lesz a nyertesekre. Szinte biztos, hogy ott lesz Szabadalmi Hivatal is ezen az eseményen. És aztán hol mutathatják még be ezeket a találmányokat? A mai napon egy következő hír is megszületett. Magyarországon november 29-én fog nyitni a Planet 2021, és a Planet 2021-en is a Kincs Smart Family nagy díj nyertesei közül hárman biztosan kiállíthatnak. Ezt a felajánlást kaptuk a Planet szervezőitől. Na most még egy dolog, hogy ugye amit virágikagyerekkel.com-ban megcsináltak, az tényleg speciálisan családokra irányul, igen. De adott esetben a világ minden családjára irányulhat. Nemzettől, bőrszintől, mindentől függetlenül. Talán van a világon egy-két olyan terület, ahol ez nem probléma, mert hogy még természeti környezetben élnek, hogy most akkor a gyerekekkel mit csináljanak, hiszen mindig velük vannak a gyerekek. Amit Melinda föltalált, az az egész emberiség javára szolgál, függetlenül családtól, mindentől. De hogyan lehet speciálisan startupokat családirányultsággal elindítani? Tehát mi a kiírásnak a lényege? A családügyi innovációt mi úgy fogtuk meg, hogy minden olyan startup, aki a családok életét megkönnyítő megoldásokat fejleszt, akár applikációt, akár fizikai eszközt fejleszt, azokat várjuk szeretettel. 6 fő kategóriát nyitottunk meg. Az egyik kategória az az egészségmegőrzés kategóriá. A Melinda példája, az elektronikus fásli, az pont a családi egészség megőrzéshez tud hozzátenni. Ha fáj a gyerek füle, rá lehet tenni, melegítjük. Ha kibukott a bokája, vagy kificamodott a bokája, rá lehet tenni otthon, nem kell kórházba menni, vele hűthetjük a bokáját. Tehát azok a dolgok, amik otthon az egészség megőrzést szolgálhatják, azok azokat mind-mind várjuk ebbe a kategóriába. A másik kategória az az oktatás, de az otthoni oktatás kategóriája alapvetően. Úgy hívtuk, hogy jövő oktatása, de már közben a nyitás után
mióta olyan sokat beszélek erről a versenyről, rájöttem, hogy ez inkább a jelen oktatása. Rengeteg digitális applikáció van Magyarországon, magyar fejlesztésű, ami a nemzetközi piacon is megállja a helyét, és segített a COVID alatt, a karantén alatt a családoknak az otthoni oktatásba. Lesznek új prezik? Jó lenne. Ahhoz, hogy prezi legyen, ahhoz, tehát még a nagyon kezdetleges prezik tudnak jönni, azt hiszem, hozzánk. A prezi már saját lábán, sőt, saját szárnyain szárnyal a világban természetesen. Aztán a következő kategória az a családi kassa. Tehát a fintek, a pénzügyi fejlesztések közül azok, akik nem a bankoknak fejlesztenek, hanem a család pénztárcájának a működtetéséhez segítenek alapvetően. Vannak olyan magyar fejlesztések, ahol a család egy bizonyos célra félretett pénzét együtt tudja a gyerek a szülővel költeni. Family online banking, hogy... Például. Hogy most ezt a modern kifejezést használjuk, de tényleg? Igen. Tehát a pénzügyi tudatosságot növelő együttműködés segítő, pénzügyi együttműködés segítő startupok vannak, többet is tudok, akik elég komoly szinten vannak már, tehát már 2-3 éve a piacon vannak. Hasonlókat várunk. Tehát mindent, ami a családi kasszát támogathatja. Aztán az okos otthonok, lakások, családi házak, mindegy, hogy micsoda, akár energiatakarékos megoldások, akár bármi olyan eszköz vagy megoldás, ami az időt takarítja meg a családok számára, az is várható. De hát itt egy hihetetlen versenypiacnál lépnek ki. Tehát az okos otthon az mindenkinek buli, tehát az, hát, a multik is fejlesztenek neki. Benne. Nem baj. Mi a startupokra fókuszálunk, és nem a nemzetközi multikra. Épp ez az érdekes, hogy vannak olyan magyar startupok, akiknek a terméke, hogyha ügyesen menedzselik, akkor akár a nemzetközi multikkal is versenybe állhat. Ráadásul árérték arányban akár még győzhet is. Ugye? Könnyen lehet, könnyen lehet. Hát van olyan rendszerünk, amit a Műszaki Egyetemen oktató, fiatal oktatók raktak össze energiatakaréko, vagy energia szigetelőrendszer, bioszigetelőrendszer. Együtt versenyez a multikkal. Lesz egy filmünk róla, ne árulj el, hogy mi van benne. Nos, de ez még csak 4 kategória volt, még 2 van. Az egyik kategória pontosan az, amikor a családok a együtt töltött értékes idejüket, a szabad idejüket szeretnék eltölteni, és ehhez adnak segítséget. Startupok, ugye itt mutatok a Gyerekkel.com-ra, például ő is lehet, de vannak olyan zenei startupok is, akik zenei startupok Európában a legnagyobb létszámú startupok, közösség alapvetően, tehát azért őket említettem, akik nem csak a zenész társadalomnak fejlesztenek, hanem olyan dolgokat fejlesztenek, amit a családok is használni tudnak. És akkor arra a területre is érdemes fókuszálni, amire mindig leszokták szűkíteni az ilyen szociális témájú startupokra a család gondolatát is. A családon belüli együttműködést támogató startupok, ez lehet generációk közötti együttműködés támogató, lehet olyan, ahol a családban épp és sérült gyerek együtt nevelkedik, és az ő nevelésükre adnak lehet támogatást, segítséget, bármi jöhet nagyjából. Nagyon pémasz, ha most azt mondom, hogy még pszichot startupok is lehetnek, ez tulajdonképpen egyfajta pszichológiai. Hát nézzük meg, hogy mit csinál, a versenyre jelentkezhet örömmel. Várjuk. Mert hogy tényleg ez a fajta családon belül együttműködés, ez a pszichológia kategóriájába tartozik, mert pláne most a COVID után azért meglehetősen megbonyolódtak a családon belüli kapcsolatok és az együttműködés. Tehát a kooperációs készség van, ahol növekedett, van, ahol pedig a nullára csökkent. Tehát innentől kezdve ez tényleg egy nagyon fontos mindenféleképpen dolog. Fontos. Én azt érzem, hogy mind a 6 terület olyan, amit a COVID egy kicsit megfordított, hol feje tetejére állított, hol meg túlhangsúlyozott az életünknek egy nagy részét, nagy problémáját jelentette, akár a digitális oktatásra, ha gondolok. Tehát mindegyik a járvány idején sokat fordult, és ezért is született számos innováció ebbe az időben. Vannak ilyen jellegű nemzeti szintű projektek szerte a világban, vagy pedig ez megint csak egy ilyen hungarikum, amiről Piroska beszélt? Hát azt konkrétan nem tudom megmondani, hogy
valóban melyik ország pontosan hogyan támogatja a startupjai, de én azért azt feltételezem, hogy igenis támogatják. Ugyanis ez szerintem összefügg azzal, hogy a fiatalok, akik kikerülnek az egyetemről, vagy akár csak még a középiskolából, azok otthon, a saját országukban élhessék meg azt a sikert, amit ez a startup, amit ők kitalálnak és elkezdenek, elindítanak, az hozni fog nekik remélhetőleg, és hoz az adott ország gazdaságának is. Tehát én a portugáloknál is azt láttam, hogy nagyon-nagyon keményen segítették a saját cégeiknek a piacra lépését. És természetesen beszélünk a nagy befutott cégekről. A Pixalámit, azt minden magyar nagykövetnek támogatnia kell. De azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, az az, hogy ezek a fiatalok el tudjanak indulni, és ehhez meg kell, hogy kapják azt a kis védőernyőt is, amivel ők ki tudnak menni a nemzetközi porondra. És bizonyára a többi ország is ugyanazt csinálja, mint mi. Ezt azért kérdeztem, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra azért évszázados hagyománya van a kockázati tőkebefektetésnek. Tehát ha valaki egy jó ötlettel oda megy egy bankhoz, amelyiknek van kockázati tőkéje erre, külön elkülönítve, az most már 50 vagy akár már 100 éve is be tudja vezetni a termékét, és adott esetben gazdasági sikert ér el vele. Nálunk a kockázati tőkebefektetés teljesen új dolog, tehát a rendszerváltozás után jelent meg, és azért sokszor úgy érzem, hogy nagyon tartanak, tehát vigyáznak a pénzre. Viszont érdemes azt tudni, hogy a startupnak kell a kockázati tőke, ezzel nincsen semmi gond. Ez egy igen, nagyon fontos ez dolog. Itt viszont és nagyon fontos, hogy, nem, hogy országosan, tehát az állam is támogatja ezeket, illetve Magyarországon a GDP-hez képest cége. Nagyon magas az az arány, amennyi befektetés született mostanában az utóbbi pár évben a startupok irányában. Tehát ez nagyon jó, és az állam is támogatja egyértelmű. Viszont azért kell egy kicsit más dolog is. Az előbb itt láttuk a Tungstramot. A Tungstram létrehozott egy olyan együttműködő rendszert, ahol 200 KKV-val dolgozik együtt, azoknak a KKV-knak a fejlesztésébe, a termékfejlesztésébe is beáll, nem pénzzel, hanem azzal a tudással, ami nála több mint 120 évvel ezelőtti startup korából összegyűlt igazából. De neki ez üzlet. Neki ez üzlet, abszolút üzlet, majd mindjárt. Ebből a 200-ból 60 az startup. Azoknak a startupoknak, akik ott vannak a Tungstramnál, azoknak ez azért érdekes, mert nagyon nehéz a terméket fejlesztő, tehát nem applikációt, hanem fizikai terméket fejlesztő startupoknak a termékfejlesztésükhöz megfelelő hátteret találni. A Tungstramnak meg egyértelműen azért, ugye ő akkor le tudja gyártani a prototípusokat, meg a termékfejlesztést. A Tungstramnak meg azért üzlet, mert egy nagyon biztos fejlesztői hátteret talál. Ugyanígy igaz, hogy a nemzetközi multik is itt Magyarországon is keresik a startup kapcsolatokat. Annak idején pár évvel ezelőtt a energiaipari területen keresték nagyon intenzíven, és vitték volna akár világszerte ki azt a tudást, amit a magyar startupok fejlesztettek, illetve a bankvilágba is. Van olyan nemzetközi bank, akinek Magyarországon is van egy leánybankja, és a világon összesen 5 helyen tart fönn startup fejlesztő helyet, ebből az egyik az itt van Magyarországon. Annyira jók a magyar startupok. Na most, hogyha a magyar cégek, a nemzetközi cégek azok dolgoznak úgy, ahogy dolgoznak. Ők a tapasztalatokat hozzák a világból. Hogyha a magyar nagy cégek nem tudják megtalálni a kapcsolatot a startupokkal, akkor az nekik is hátrányt fog jelenteni, a magyar startupoknak meg egyértelmű, mert hát milyen az, hogyha otthon nem tudja eladni a termékét. Jó, de akkor megint vissza Virághoz, tehát milyen platformon fut egyébként? Nem mondja ki a nevét, de tulajdonképpen egy mobil platformon fut, ugye ez a rendszer. Ott is, igen, tehát hogy egy maga egy applikációként van, is működik, egyébként simán a weboldalon tehát is, weboldalon tehát valaki beírja azt, hogy gyerekek, akkor ugyanúgy tudja. Azzal a céggel, amelyik azt a platformot futtatja, önök megkeresték a kapcsolatot?
Mármint, hogy nem értem. Hát, hogy van egy applikáció, tessék, nézze van, meg, igen. El lehet terjeszteni szerte a világban. Annak idején, amikor, amikor az első okostelefonok megjelentek, és ugye itt most, mivel részben már törtem, elmondhatjuk, hogy az iPhone az kitalálta, hogy minden fejlesztést, ügyes, okos kis applikációt felrakott, és néhány centet, de azoknak, akik előállították, használatonként fizetett ezekért, és nagyon sokan meggazdagodtak abból, hogy applikációkat, játékapplikációkat fejlesztettek az iOS-re. Igen, ez sajnos most már nem így működik, tehát hogy most egy nagyon komoly engedélyezési folyamaton kell végigmenni, és most a legújabb frissítéseinket is folyamatosan van amelyik platform vissza is dobja, mert olyan sokféle irányelvnek, és olyan sok mindennek kell megfelelnie, hogy mindig apróságokat kell változtatni rajta, és ez is a nagy nehézsége igazából annak, hogy ez egy applikáció formájában nagyon nagy dolog, hogy applikációként tud működni, de folyamatosan minden egyes hónapról hónapra kijön egy új készülék, egy új szoftver, mindig meg kell felelnünk, és mindig sok esetben újra és újra engedélyeztetnünk kell. Tehát, hogy ez most már pont fordítva működik, hogy mi kérünk engedélyt, nem pedig ők örülnek, hogy tehát gyakorlatilag az önök az üzletmenetét akadályozza egy picit. Ez a sok igen, mondhatjuk probléma. Így is. Igen. Visszatérve egy pillanatra, talán egy pár perccel korábbi témához. A mostani Kincs Smart Family program az abban világújdonság, hogy nem az ipari startupoknak, nem a pénzügyi világ startupjainak szól önállóan, nem a nagy cégekhez kötődő startupoknak szól, hanem azoknak, lehet onnan is, jöhetnek onnan is értelemszerűen, azoknak a startupoknak szól, aki fókuszba tudja állítani a családot. Na most ilyen, én úgy tudom, nincsen máshol. Nem csak Európában, hanem a világon sem. Mindenféle közlekedési, meg városokhoz kötődő okos megoldásokat gyűjtő események voltak mindenfele már, viszont családokat, a családokat támogató okos megoldásokat összegyűjtő verseny, azt hiszem most van nálunk először. Nyilván a társadalom alapszövetét a családok alkotják, ezek a mikroközösségek, tehát azoknak a megcélzása az adott esetben üzletileg is értékelhető. Az előbb szóba hozott egy speciális terméket, úgyhogy most nézzük meg, hogy mi is az a termék. Szalmából készített éghetetlen környezetbarát szigetelő anyagot egy egyetemi csapat. A fiatalok évek óta fejleszték a startupot, és már az első családi házat szigetelik a VIT elnevezésű anyaggal. Egy olyan hőszigetelő anyagot szerettünk volna fejleszteni tulajdonképpen, először még egy egyetemi tudományos diákkutatás keretén belül, ami tulajdonképpen valamilyen hazai hulladék anyagból készül, és így jött az ötlet, hogy természetes szálakat használjunk, valamint hát szervetlen, mesterséges kötőanyagot, hiszen jelenleg a hőszigetelés anyagok, azok pontosan a fordítottja elvén működnek, szervetlen szálak vannak, mondjuk kőzetből, és azt egy szerves kötőanyag tartja össze. A miénk az pont fordított, és a Danival úgy találkoztunk, hogy ő volt az a diák, aki hát részben az én tima vezetésem mellett ezt a kutatást társaival elkezdte csinálni a Budapesti Műszaki Egyetemen. Majd amikor láttuk, hogy ez az ötlet, ez tulajdonképpen túlmutat azon, hogy csak egy diákkutatás legyen, és piacra vihető lehetne, akkor gyakorlatilag ez alapján egy startupot hoztunk létre. Alapvetően áll egy szerves szárrészből és egy szervetlen kötőanyagból. A szárrész az itthoni szalmából van. Ennek a szalmának a tulajdonságait javítjuk laboratóriumi körülmények között úgy, hogy megmaradjon a környezetbarát tulajdonság, illetve fejlesztettünk hozzá egy kötőanyagot, ami részben hulladék üveget tartalmaz, így ezzel is csökkenteni tudjuk a környezetterhelést. És emiatt az összeállítás miatt, amellett, hogy olyan paraméterekkel rendelkezik ez a hőszigetelő panel, mint a ma elterjedten használt anyagok, bírja tüzet is, tartós és környezetbarát.
startup ilyen versenyekre vagy előadásokra neveztünk legelőször, és így kerestünk támogatókat, illetve voltak ezek az inkubációs programokban lévő hát részvételeink, inkább sikereseknek mondanánk ezeket. Viszont utána a továbblépés az meglehetősen nehéz, tehát viszonylag kevés támogatást az könnyű szerintem ma Magyarországon egy startupnak szereznie, illetve inkubációs programokra is van lehetőség, pitchelni is tudják az ötleteket, viszont nagyobb léptékű befektetést termékkel mi úgy érezzük, hogy az viszonylag nehezebb, és hát jelenleg is ezzel küzdünk, hogy a gyártó kapacitásunkat tudjuk olyan szintre bővíteni, hogy érdemes legyen igazából a piacon megjelenni, hiszen kereslet az lenne az anyagunkra, számos megkeresésünk mutatja ezt, viszont jelenleg még nem tudjuk olyan kapacitásban gyártani ezt az anyagunkat, hogy ki tudjuk szolgálni az igényeket. Szerves szálakat használunk, amelyek növekedésük során megkötik a széndioxidot, és azzal, hogy ebből készítjük a hőszigetelő paneleket, ideiglenesen CO2-t tárolunk a homlokzatokon, illetve a kötőanyagunk is vesz föl széndioxidot, így megköti azokat, ezt lehet látni mögöttünk a táblákon, ettől lesznek enyhén fehéresek, illetve visszatérve a versenyképességhez, a hőszigetelő képesség az anyagnak eléri a ma használatos műanyaghabokét, és nagyon jól megközelíti már az ásvány gyapotokét is, illetve pára áteresztésbe az ásvány gyapotokhoz áll közel, tehát nem okoz pára technikai problémát, ha ezt akármilyen szerkezetre rátesszük. Emellett van egy nagyon jó akusztikai tulajdonsága is, jó hangelnyelő. Alapvetően az első gyártó sorunkat azt Magyarországon szeretnénk elindítani. Van is már erre egy törekvésünk. Vas megyében Rába hídvégen készül az első pilot projektünk, ahol az első családi házat hőszigeteljük ezzel a természetes anyaggal, aminek az az előnye, hogy tulajdonképpen bármilyen meglévő vagy új építésű családi házra, társasházra vagy bármilyen épületre tulajdonképpen alkalmazhatjuk, hiszen ugyanaz az építés technológia szükséges hozzá. Néztük ezt a filmet, zseniális, amit csinálnak a fiúk. Na most, és már is eszembe jutott egy dolog, hogy például a szalmaházaknak az engedélyeztetés, az építés, a hatályos építésügyi jogszabályok miatt Magyarországon meglehetősen bonyolult, gyakorlatilag lehetetlen. Kitalálnak valami zseniálisat, amivel adott esetben versenyezhetnek a multikkal is, jobb is, olcsóbb is, környezetbarátabb is, és a többi, és a többi, és mégsem rúghatnak labdába, mert a jogszabályi környezet nem elég jó. Na és itt megint a feladat. Mint igen. Kovásznak, Piroska. Igen. Katalizátor, kovász és egyéb minden hasonló. Most erre csak azt tudom mondani, hogy egyik zsűritagunk a Béres gyógyszergyár. 1971-2003-ban ugyanígy a jogszabályok miatt nem lehetett a béres cseppet forgalomba hozni. Mindig a jogszabályok követik az innovációt, és örüljünk, hogyha gyorsan követik. Viszont az elsőknek olyan küzdelmeket kell túlélni, ami miatt mondhatjuk azt, hogy tényleg a startupok, ezek a feltalálók, az innovátorok időközönként elvéreznek. Nem mindenki tudja azt végigcsinálni, amit a 70-es években Béres József, vagy most a mostani startupok közül remélem minél többen. És a jogászainkat meg. Abba csak bízhatok, hogy a jogászaink azok alakítják a új elvárásoknak megfelelően a jogi környezetet. 6 millió forint az összdíjazása ennek a versenynek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy állami szinten már egy lottó 5-ös milliárdos nyeresége is apró pénznek számít, ez pedig fillérnek. Mégis fontos ez a dolog. Miért igazán? Mi ennek az igazi hatása? Azok a résztvevők, akik a döntőbe el fognak jutni, azok a tapasztalatom szerint már nem erre az 1-2-3 milliárdos vagy 6 milliárdos összegre vágynak igazából, hisz náluk sokkal komolyabb befektetők vannak már ahhoz, hogy a piacon tudjanak lenni. Ez egy olyan pluszt jelent, szerintem a pénzdíjazás is egy olyan pluszt jelent, egy olyan nem tervezett pluszt jelent a startup számára, amivel
egy picit tovább tud még lendülni. Itt a pénzdíjazás az nem további termékfejlesztést fog jelenteni, szinte biztos, hogy nem további termékfejlesztést fog jelenteni, hanem ahogy mondtuk, a piacaik, a kapcsolataik, a nem tudom, akár a marketingjüknek a bővítését fog jelenteni. És lesznek olyan startupok, a döntősök, akik a pénzdíjazásból nem részesülnek, viszont a döntősöknek szóló külön díjból, az előbb emlegetett Kincs Smart Family Package-ből, abból minden döntős részesül, abba olyan lehetőségek vannak, ahol további bemutatkozásokat, további kapcsolatokat tudnak építeni. Klára, ez innováció azoknak a fiataloknak, azoknak a leendő családoknak is, mert nyilván óhatatlanul eszébe jut az embernek, hogy ezek a srácok, ezek a lányok, ezek megharcolnak ezekért a dolgokért, és hogyha segítséget kapnak, és ebből valamiféle sikert lehet kicsiholni, akkor ők, a leendő családjuk, vagy a már meglévő családjuk az egy picit boldogabb lesz, egy kicsit jobb módú lesz, és hogyha ez működik, akkor lehet, hogy egy generáció, egy több generációs vállalkozást tudnak megalapozni ezzel. Ez ilyen szempontból is innováció? Ez teljesen így van. És ugye, amit én sokszor láttam Portugáliában, hogy a legkülönbözőbb cégeknél, a legkülönbözőbb üzleteknél ki volt írva, hogy ez a mi családunk kezében van 3-5 generáció óta. Nálunk a történelem, a 20. századi történelem nem segített bennünket hozzá, hogy ezt ki lehessen írni, akár Delicatessen üzletnek a cégére, akár egy gépgyártó üzemnek a portáljára. Na most azt gondolom, hogy akik a magyar állam valamilyen szolgálatában vannak, azoknak mind kötelességük, hogy valamit beletegyenek ebbe, hogy az ötletből innováció, az innovációból meg gazdasági siker legyen. És amit én próbáltam az a kapcsolatban mondani, hogy ugye vittük Piroskával együtt ezeket a fiatalokat a különböző nemzetközi fellépésekre, azt reméltem, hogy lesz újabb olyan tapasztalatuk, amiből az következik, hogy a fiatal egyetemistából üzletember lesz, mert itt az is nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ezért fontosak a különböző úgynevezett inkubációs rendszerek, talán a ti programotokra is lehet ezt a szót használni, az inkubátorházak, ahol megkapják a fiatalok azt a plusz támogatást, hogy szép lassan vagy gyorsan, de mégiscsak fel tudják építeni a vállalkozásukat. Nagyon sok plusz információra van szüksége egy ifjú mérnöknek, hogy aztán tényleg befektető üzletember vagy hasonló lehessen. És amit az előbb hallottunk arról, hogy a családok hosszú távú boldogulása milyen jelentős mértékben ezen múlik. Ugye ahhoz, hogy ezek a 2-3 gyerekes családok, és most már nagyon sok szép fiatal család van körülöttünk, valóban meg tudjanak kapaszkodni, valóban Magyarországon tudjanak élni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, hogyha valaki annyira okos és jó ötlettel rendelkezik, akkor azt itthon tudja megvalósítani. Legyen neki külföldön kapcsolata, tudjon kapcsolatot teremteni, akár mondjuk egy ilyen nemzetközi vásáron keresztül egy külföldi partnerrel, de itthon képzelje el az életét, a családja életét. És azért kell, hogy azt a hálót megteremtsük körülöttük, hogy ők ezt itthon tudják megcsinálni. Egyébként nagyon sok olyan startup van, aki pont a mi munkánk hatására jött haza. Magyarok kint, akár Bécsbe, vagy Amerikába indítottak egy vállalkozást, Írországba, és az elmúlt 2-3 évben már hazatelepültek. Ez egy óriási dolog. Virág, most úgy is kérdezem, mint sikeres írót. Iker, igen? Siker. Ugye, Iker fiai vannak. Így van. Mit akar átadni ebből a fiainak? Szeretne ebből egy több generáción át működő rendszert, egy jól működő családi vállalkozást, amire ki lehet írni, hogy alapítva 2018-ban és 2118-ban, hogyha majd valamelyik ükük unoka megnézi, akkor ja persze, ezt az ükük nagyi csinálta.
Hát ezt meglátjuk, hogy milyen ambíciókkal lesznek majd megáldva, ugye még csak 7 évesek, úgyhogy... A leghatározottabb kor. Így van, úgyhogy egyelőre még focistának készülnek, de nem, ki tudja, mi lesz belőlük. Ők inkább most profitálnak ebből nagyon, hiszen a nyári szünetben én dolgozom, és a sales feladatokat is nagyon aktívan ellátom. Tehát mondjuk tavaly az egész nyári szünetet úgy oldottuk meg, hogy amikor én elmentem például egy alpaka farmra tárgyalni, alpaka simogatás volt éppen a téma, akkor ők nagyon jól szórakoztak, amíg én dolgoztam, ők pedig úgy érezték, hogy időt töltöttünk együtt, hisz anyával elmentünk egy ilyen helyre. Úgyhogy ez most, főleg ugye itt a nyári szünet alatt, nekik is egy hatalmas élmény, hogy velem dolgozhatnak, és hogy ilyen jó az én munkám, hogy mindig csak szórakozni járnak, vagy egy játszóházas megbeszélésen, szuper, mert addig ők be tudnak menni és játszani. Úgyhogy ezt a kettőt nagyon jól összehozok, ők most nagyon sokat profitálnak ebből. És akkor meglátjuk, hogy merre viszi őket az irány. Tehát ugye nem szeretnénk az a szülő lenni, aki megmondja, hogy már pedig ezt kell továbbvinni, de ott vannak, látják a folyamatot, mind az én cégemben, mind pedig ugye a férjem is vállalkozó, tehát az ő vonalában is, és akkor én azt szeretném nekik átadni, hogy lássák azt, hogy lehet vállalkozni, dolgozni, családként is együttműködni, hogy lássák a folyamatokat, lássák, hogy mi alapján, mi hogy épül fel. Hogyha nekik lesz egy startup ötletük, akkor tudják, hogy hogyan is működik, mivel jár ez, és el tudjanak egy olyan úton indulni, amit ők szeretnének ebben, vagy nyilván mindenképpen támogatjuk őket, de vagy viszik ezeket a vonalakat tovább, vagy pedig egy saját kútfőből valahova el fognak jutni. Minden esetre a példa az ott lesz előttük. Hát minden esetre egy pozitív példa van előttük, mert ráadásul még élvezik is. Igen, most ezeket abszolút, a dolgokat. Igen. Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy engem meggyőztek. És nagyon, nagyon jó volt tényleg egészen más szempontból, elsősorban a szakértőnek, nők szempontjából, akik ráadásul családanyák is beszélgetni erről a dologról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, de követhetnek minket a Facebookon is. Következő adásunkban a 13. századi Európa egyik meghatározó eseményéről, a tatárjárásról beszélgetünk, valamint arról, hogyan sikerült újjáépíteni az országot 4. Béla uralkodása idején. Tartsanak velünk akkor is. Én munkatársaim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!